Csak a béke vethet véget a háborús inflációnak és a gazdasági válságnak. Erről beszélt Orbán Viktor a madridi NATO csúcson. Itthon több melegrekord is megdőlt, a legnagyobb forróság a Fejér megyei Adonyban volt, 39,2 fokot mértek. Áradás és földcsuszamlás pusztított a dél-ausztriai Karintia tartományban. Egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. És jön a brutális drágulás a budapesti parkolásban. A főváros baloldali többsége megszavazta az újabb autós ellenes intézkedést. Ez a Híradó, 7:30 az M1-en, Kontra György vagyok. Jó estét kívánok! Magyarországnak és a NATO-nak ki kell maradnia a háborúból, erősítette meg Orbán Viktor a hivatalos közösségi oldalán közzétett videóban. A madridi NATO csúcson tartózkodó miniszterelnök hangsúlyozta, a háborús inflációnak és gazdasági válságnak csak a béke vethet véget. A kormányfő bejelentette, hogy Magyarország már jövőre a nemzeti össztermék 2%-ára emeli a katonai célú kiadásokat. A NATO tagországok vezetői a csúcs találkozón elfogadták a szervezet új, a következő évtizedre vonatkozó stratégiai koncepcióját. A NATO egyúttal hivatalosan is felkérte Svédországot és Finnországot, hogy csatlakozzon a szövetséghez. Kedd este díszvacsorán fogadta a madridi NATO csúcsra érkező állam és kormányfőket 6. Fülöp spanyol király. Az Észak-Atlanti szervezet vezetői jószerivel még el sem kezdték a munkát, kedd éjjel hivatalosan is bejelentették, hogy Törökország eláll a vétótól, így teljes jogú NATO taggá válhat Svédország és Finnország. Ankara a döntése mögött az áll, hogy megfelelő garanciákat kapott mindkét skandináv állam kormányától, hogy nem támogatnak többé kurd szélsőséges szervezeteket, illetve a két állam kiad Törökország számára 33 körözött szemét. Ezzel a döntéssel jelentősen felgyorsulhat a svédek és a finnek NATO csatlakozása. Szakértők szerint így akár pár héten belül mindkét ország az Észak-Atlanti szervezet teljes jogú tagjává válhat. Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter képviseli a spanyol fővárosban. Szerda reggel Orbán Viktor megbeszélést folytatott András Pastrnával, a világ kereszténydemokrata konzervatív pártjai tömörítő CDI elnökével. Szerdán az orosz-ukrán háború volt a fő téma a NATO csúcson. Videó kapcsolaton keresztül bejelentkezett Volodymyr Zelenszky is. Az ukrán elnök arra szólította fel a szövetség tagállamait, hogy segítsenek megállítani Oroszország terrorját a békés ukrán városok ellen, és keressenek helyet Ukrajna számára a közös biztonsági térben. A találkozó szünetében a NATO főtitkár bejelentette, a szövetségesek megállapodtak a NATO új stratégiai koncepciójában. Sorsdöntő pillanatban találkozunk, és ez a madridi csúcs találkozónk sok mindent meg fog változtatni. A most meghozott döntéseink meghatározzák biztonságunkat az előttünk álló évtizedre, és lehetővé teszik Európa és Észak-Amerika számára, hogy szövetségünk erős legyen, népeink biztonságban, partnereink pedig közel maradjanak egymáshoz, mondta Jens Stoltenberg. Továbbra is jelentős a kockázata annak, hogy a Magyarország szomszédságában kitört háború hosszan fog tartani. Ez pedig már Szijjártó Péter mondta szerda délután a közösségi oldalára feltöltött videójában. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, elfogadták a NATO új stratégiai koncepcióját, amely kimondja, a NATO továbbra is egy védelmi szövetség. A tárcavezető hozzátette, Ukrajna számára egy átfogó támogatási csomagot hoznak létre, amely kiképzési és oktatási támogatást nyújt elsősorban. Ez a csomag ebben a formában biztosítja azt, hogy a NATO, mint szövetség továbbra sem szállít fegyvereket Ukrajnába, és ennek a csomagnak az alapfilozófiája lehetővé teszi azt is, hogy továbbra is elkerüljük a NATO és Oroszország közvetlen konfrontációját. Ennek a közvetlen NATO-Oroszország konfrontációnak az elkerülése az Magyarország alapvető nemzetbiztonsági érdeke is. Orbán Viktor szerda délután a közösségi oldalára feltöltött videójában értékelte a NATO csúcs eddigi eredményeit. A miniszterelnök leszögezte, a magyar álláspont világos, ebből a háborúból ki kell maradnunk. Súlyos kérdések vannak a napirenden. Az egyre romló ukrán háborús helyzet, élelmiszerválság, háborús infláció és fenyegető háborús gazdasági válság. A mi álláspontunk és a magyar érdekek világosak. Ebből a háborúból nekünk ki kell maradni. A NATO egy védelmi szervezet, ezért fontos, hogy a NATO se sodródjon bele ebbe a háborúba. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a béke beköszöntsön.
a háborús inflációnak és a fenyegető háborús gazdasági válságnak csak a béke vethet véget. Szorgalmaztuk ezért, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet, és kezdődjenek meg a béketárgyalások. Azt javasoltuk, hogy a NATO erőfeszítésének középpontjában most már a béke megteremtését helyezzük. Orbán Viktor a továbbiakban úgy fogalmazott, hogy a békéhez erő is kell, ezért Magyarország a hadipari kiadásait 2024 helyett már 2023-ban a nemzeti össztermék 2%-ára emeli. Ahogy Orbán Viktor fogalmazott, ha lesz béke, akkor lesz újra gazdasági fellendülés is. A madridi NATO csúcsról a Híradót Jó Csaba tudósította. Újabb civilek elleni rakétatámadásról számoltak be az ukrán hatóságok ezúttal az ország déli részéről. Az orosz védelmi tárca azonban azt állítja, hogy katonai létesítményeket támadtak a térségben. Közben már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hétfői kremencsuki légitámadásnak, azonban az ukrán hatóságok szerint további holttestek lehetnek még a romok alatt. 30 embert ugyanis még eltűntként tartanak nyilván. Teljesen eltűntek egy 5 emeletes lakóház felső szintjei a dél-ukrajnai Mikolaiv városában. Az ukrán katasztrófavédelem által közzétett felvételeken az látható, hogy a szakemberek csak daruval tudják megközelíteni a romokat. Jelentésük szerint legkevesebb 3 ember életét vesztette és 5-en megsérültek, miután egy orosz rakéta csapódott az épületbe. A polgármester szerint szerdán 8 rakéta találat érte a várost, a moszkvai védelmi minisztérium közben arról számolt be, hogy külföldi katonák kiképző központját támadták. Az orosz fegyveres erők továbbra is csapásokat mérnek a katonai létesítményekre Ukrajna területén. Az elmúlt 24 órában az orosz légierő 4 parancsnoki állást semmisített meg, köztük 2 zászlóaljat Harkiv közelében, valamint egy külföldi zsoldosoknak fenntartott kiképzőbázist Mikolaivnál, közölt az orosz védelmi tárca szóvivője. Közben még mindig az eltűntek után kutatnak annak a bevásárlóközpontnak a romjai között, amelyet hétfőn ért rakéta találat Kremencsuk városában. A lányom nincs a túlélők listáján, elmentünk a halottas házba és adtunk DNS mintát, majd azt mondták, hogy náluk sincs, sehol nem találjuk, mondta sírva egy asszony. Az ukrán hatóságok arra számítanak, hogy a támadás helyszínén még találnak holttesteket, ezért nem lehet tudni a halálos áldozatok pontos számát. A környékbeli kórházok is tele vannak sebesültekkel. Ukrán jelentések szerint az épületben több mint 1000 ember volt, amikor megszólaltak a szirénák. Sok vásárlónak sikerült időben kijutnia, de így is rengetegen lehettek az épületben. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök keddi videóüzenetében egy közeli biztonsági kamera felvételeit osztotta meg a támadásról. Az államfő szerint az oroszok szándékosan vették célba a civil lakosságot. Az orosz rakéta pontosan azt a helyet találta el szándékosan. Nyilvánvaló, hogy erre adtak parancsot, hogy az orosz gyilkosok megkapták a pontos koordinátákat. Minél több embert akartak megölni egy békés városban, egy hétköznapi bevásárlóközpontban, fogalmazott az ukrán elnök. Az oroszok viszont azt állítják, egy fegyverraktárat támadtak. Moszkva szerint valójában az ukránok hibája, hogy a polgári infrastruktúrához közel tároltak robbanószereket. Az orosz védelmi minisztérium adatai alapján a bevásárlóközponttól alig néhány 10 méterre találhatók egy katonai járműgyár műhelyei, és itt tárolták az amerikai és európai fegyvereket és lőszereket, mielőtt azokat a Donbassba szállították az ukrán hadseregnek, állította az orosz külügyminisztérium szóvivője. A tárca vezetője Szergej Lavrov pedig kedden arról beszélt, hogy a nyugati fegyverszállítmányok csak elnyújtják a háborút, ezzel együtt pedig az ukrán lakosság szenvedését. Ennek éppen az ellenkezőjét hangsúlyozta a kijevi polgármester Madridban a NATO csúcs előtt. Vitali Klitschko szerint pont a nyugati katonai támogatás növelésével fejezhetnék be gyorsan a harcokat. Az ukrán főváros vezetője úgy fogalmazott, ha Ukrajna elesik, akkor nyugati szomszédai, például Moldova lesz az orosz agresszió következő célpontja. Elszabadult az infláció a világ egyik legsikeresebb gazdaságában, Dél-Koreában. Már a fogyasztók is érzik, hogy nem ér annyit a pénzük, mint korábban, így sokan kénytelenek változtatni a szokásaikon. A nagyvárosokban egyre kevesebben ebédelnek éttermekben, pedig ez az egyik legelterjedtebb szokás az ázsiai országban. Most egyre többen keresik fel a készételeket árusító boltokat, és az éttermi ár töredékért ebédelnek. Nem győzik feltölteni a polcokat ebben a szöuli élelmiszerüzletben. A választék pazar, minden megtalálható, ami a távol-keleti országban élők ízlésének megfelel.
Az utóbbi időben egyre többen döntenek úgy, szakítanak a hagyományos ebédelési szokásokkal, és nem társaságban, étteremben fogyasztják el ebédjüket, hanem egyedül egy boltban. Volt egy kedvenc éttermem, oda jártam mindig, de az árak úgy elszálltak, hogy kénytelen voltam változtatni. Itt az árak elfogadhatóbbak, az ételek is finomak, úgyhogy hetente kétszer-háromszor itt eszem, mondja egy nő hozzátéve, az $5, azaz 2000 forint alatti készételeket még ki tudja fizetni. A készételeket árusító üzletláncok idén 30-50%-kal nagyobb forgalmat bonyolítottak, mint tavaly ilyenkor. Az instant tésztalevesek, szendvicsek és ebédboxok a legnépszerűbbek. Dél-Koreában 14 éve nem volt olyan magas az infláció, mint most. Az egyik szóli étteremben csak idén már kétszer emeltek árat. Míg egy tálleves egy évvel ezelőtt kevesebb, mint 3000 forintnak megfelelő összegbe került, most 4000-et kell ugyanazért fizetni. Sokkal nagyobb mértékben kellett volna árat emelnem, de inkább lemondok a nyerességem egy részéről, mert látom, hogy egyre kevesebb a pénzük a környéken dolgozóknak. Mondja egy étterem tulajdonos, emlékeztetve arra, hogy Dél-Koreában több mint 2 évtizedet nem növekedtek olyan mértékben az éttermi árak, mint idén. Pénzügyi szakemberek szerint több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy az emberek rákényszerültek az életmódváltásra. Először a magas infláció miatt csökkent a vásárlóerő, másodszor emelkedtek a kamatok, ami még nagyobb terhet jelent a hiteleket fizető emberek számára. Az adók egyébként is magasak, így még azoknak is megnövekedtek a kiadásaik, akik jól keresnek, mondja szakértő. Dél-Korea ugyan a világ egyik legfejlettebb országa, a világszinte jelentkező válságot nem tudja kivédeni. Az ukrajnai háború miatt megugrott élelmiszerárak, illetve az energia és a műtrágya drágulását megérzi a társadalom. Közgazdászok arra figyelmeztetnek, ha tartós marad a nyomás, az emberek megtalálják a módját, hogy kevesebbet költsenek, ami viszont további súlyos gazdasági problémákat idézhet elő. Amerikai republikánus politikusok levélben mondtak köszönetet a magyar kormánynak, hogy nem támogatta a globális minimumadó uniós tervezetét. Erről ír a Magyar Nemzet. A lap kiemelte, hogy a kongresszusi képviselők szerint a különadó felveti a kettős adózás veszélyét, és arra kényszeríti az országokat, hogy feladják adószuverenitásukat. A magyar kormány elutasítja a minimumadó bevezetését, mert az súlyos terheket róna a gazdaságra, és munkahelyek ezreit veszélyeztetné. Amerikai képviselők álltak ki a magyar álláspont, vagyis a minimumadó elutasítása mellett. Erről írta a Magyar Nemzet. A lap birtokába került egy levél, amelyben a képviselőház kereskedelmi és adópolitikai albizottságának vezetői Adrian Smith és Mike Kelly közösen mondott köszönetet, hogy a magyar kormány ellenezte a globális minimumadó Európai Uniós tervezetét. A republikánus politikusok azt írták, hasonló aggódalmaik vannak, mint a magyaroknak, mert szerintük a javaslat felveti a kettős adóztatás veszélyét. Ezért megkérdőjelezik annak indokoltságát, hogy a világ elmozduljon egy olyan rendszer irányába, ami adószuverenitásuk feladására kényszeríti az országokat. Ez a levél a magyar gazdaság politikának is elismeréseként értékelendő. Nagy jelentősége van, hogy az amerikai konzervatívok támogatják a minimumadóval kapcsolatos magyar álláspontot. Erről beszélt a század végjogi szakértője az M1-en. Ifjabb Lomnici Zoltán hangsúlyozta, a republikánusok visszavehetik a hatalmat a szenátusban, így a magyar kormánnyal szövetségben akár meg is akadályozhatják a különadó bevezetését. Ez egy olyan szövetség, amely akár eredményre is vezethet az OECD-vel, illetve az Európai Unióval kapcsolatos küzdelemben. Ne felejtsük el, hogy ez a megoldás szűkíteni a nemzetállamok mozgásterét. Magyarországon versenykorlátozó hatása lenne, a növekedést lassítaná, és a dominoelv alapján a magyar emberek fizetnének több adót. A minimumadóval kapcsolatos magyar álláspontot dicsértek korábban a Trump-párti amerikai szakértő is. Russ Vought, az egyik legbefolyásosabb stratéga, a republikánus párt nemzeti szárnyának vezető alakja Twitter oldalán úgy fogalmazott, örülök, hogy Magyarország elutasítja a Biden kormányzat által a legmagasabb globális minimumadóért folyó versenyt.
Jelenleg Európában, Magyarországon a legalacsonyabb 9% a társasági adó mértéke. Ez emelkedne a duplájára, ha bevezetnék a globális minimumadót, aminek mértéke 15%. Hatékony minimális adózás észszerű szintje 15%. Mondta Paolo Gentiloni, az Európai Bizottság gazdaságpolitikáért felelős tagja az Európai Parlamentben. Úgy fogalmazott, arra bátorítják Magyarországot, gondolja újra álláspontját a globális minimumadóval kapcsolatban. 118 igen, 32 nem is hat tartózkodó szavazattal elfogadta. A Magyarországgyűlés egy hete nagy többséggel határozatban utasította el a globális minimumadó bevezetését. Magyarország nem támogatja, hogy újabb adót vessenek ki a vállalatokra, mert az elviselhetetlen terheket róna a magyar gazdaságra, mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója néhány napja Brüsszelben. Ilyen helyzetben egyáltalán adózási kérdések tekintetében a verseny eltörlésének nem sok értelme van, inkább adóversenyt kéne engedni a tagállamok között, másrészt a háború kapcsán is abba kell hagyni az adóemelési terveket. A globális minimumadóról éles vita van a világban. Az Egyesült Államok még nem döntött a bevezetéséről, de Magyarországhoz hasonlóan több más uniós ország sem támogatja a vállalatokat sújtó különadót. Csaknem 900 millió forintos fejlesztést hajtott végre Halásztelken egy magyar tulajdonú gyógyszer alapanyagokat gyártó cég. A beruházást a kormány 700 millió forinttal támogatta. Varga Mihály pénzügyminiszter a hivatalos átadón azt mondta, hogy a kihívások korát éljük, a háborús válságban stabilitásra van szükség. A kormány ezért erősíti az ország önellátó képességét, a családok védelmét. Ilyen és ehhez hasonló nagyértékű robotok segítik a munkát a Molár Chemicals Kft. Halászteleki üzemében. A gyógyszer alapanyagokat gyártó cég csaknem 900 millió forintos fejlesztést hajtott végre, több új gépet vásárolt és egy 1500 négyzetméteres raktárcsarnokot is épített. Beruházásnak köszönhetően dinamikusan növekszünk, és a hazai igények teljesítése mellett fokozatosan növeljük aktivitásunkat az európai régióban is. Társaságunk stratégiai célja, exportértékesítésünk dinamikus növekedése. Jelenleg a teljesen magyar tulajdonú vállalkozás több mint 400 féle gyógyszeripari termékkel, így például fertőtlenítőkkel látja el a hazai kórházakat. Sőt, a Debreceni Egyetem oltószergyártó kutatásaihoz is szállít alapanyagokat. Egy olyan cégről van szó, amelyik az elmúlt 10 évben folyamatosan tudta bővíteni a gyártását, folyamatosan tudta bővíteni a vevőkörét. Ezért is támogatta a kormány a vállalkozás beruházását az egészségipari támogatási program részeként 700 millió forinttal. A pénzügyminiszter elmondta, hogy mára ez a fajta kormányzati segítség az egyik legsikeresebb beruházás ösztönző programmá vált. Eddig csaknem 70 milliárd forinttal járult hozzá több mint 80 fejlesztés elindításához. Ezek a beruházások 5700 munkahely létrejöttét, illetve megőrzését segítették mostanáig. Varga Mihály a gazdaság jelenlegi helyzetét is elemezte. Szeretnénk, hogyha a családok védelme, a nyugdíjasok támogatása, a megkezdett beruházásoknak a folytatása és a befejezése megtörténhetne. Erre fogjuk a legnagyobb erőinket koncentrálni, és természetesen törekszünk arra, hogy a józan ész is hasson Európában, hiszen sokszor elmondjuk, hogy a legfontosabb számunkra a magyar emberek érdeke. Nem hagyjuk, hogy a háborúba oly módon vonódjon be Magyarország a szankciókon keresztül, amely a saját gazdasági érdekeinket sérti. A Halászteleki gyógyszeripari vállalkozás most egy új 2300 négyzetméteres gyártócsarnok építését tervezi, amelyet, ha kész lesz, a legmodernebb gépekkel szereli fel. A beruházással új munkahelyeket hoznak majd létre. Elfogadta a fővárosi közgyűlés a budapesti parkolási díjak drasztikus emelését. A Karácsony Gergely által előterjesztett javaslat szerint szeptember 1-től 4 zónára oszlik majd a főváros. A belvárost is magában foglaló A zónában óránként 600 forintba kerül majd a parkolás. Vannak olyan utcák, amelyekben ez 2,5-szeres drágulást jelent. A Fidesz hiába nyújtott be módosító indítványt, hogy a gyermeküket iskolába, óvodába szállító családok érdekében reggel 8 helyett csak 8 óra 30-tól kelljen fizetni a parkolásért. A baloldali többség ezt lesöpörte az asztalról.
Negyedórás késéssel érkezett meg Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat szerdai közgyűlésére. Az ülésen a főpolgármester parkolási díjemelésre és egységesítésre vonatkozó előterjesztése is szerepelt a napi rendi pontok között. A képviselőknek arról kellett dönteniük, hogy ősztől a fővárosban közlekedők összesen 4 zónában, a legtöbb helyen a mostaninál jóval magasabb áron várakozhassanak autóikkal. A belvárost is magában foglaló A zónában például egységesen 600 forint lesz egy óra parkolás, de az autósoknak nem csak a díjemelés fájhat. A módosítás több helyen kitolja a fizetős időszak végét, és szinte mindenhol 3 órás parkolási limitet vezet be. Bár a főváros egyes részein a díjemelés akár 2,5-szeres drágulást jelent, a baloldali pártok szerdán keveselték a sarcot. Sokkal drasztikusabban kellene növelni a parkolódiakat. Az LMP-s Gály József már a közgyűlés előtt azt hangoztatta, hogy a tervezetnél jóval szigorúbb díjemelést kellene bevezetni Budapesten, és a fővárosi lakókra kevesebb kedvezményt, a városban autózókra pedig magasabb árakat kellene kiszabni. Azt kell vizsgálnunk, hogy az a közterület, amit az autó elfoglal, mekkora értékkel bír, és igenis ne járjon minden lakás mellé automatikusan az utcán egy parkolóhely. A parkolódíjakat olyan mértékben kell megállapítani, ami arra sarkalja az autókat, hogy ne parkoljanak hosszú távon az adott leginkább intenzíven igénybe vett területeken. Az MSZP-s Horváth Csaba, Zugló polgármestere az M1-nek arról beszélt, az emelés célja az autósok kiszorítása. Ugyanezt mondta a gyurcsánypárti Niedermüller Péter is, hozzátéve, hogy szerinte az emberek a megemelt díjakat is könnyedén kifizetik. Folyamatosan azt hallom mindenütt, hogy egyre jobban és jobban működik a gazdaság, egyre jobban és jobban élnek az emberek, tehát akkor ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogy a kicsit magasabb parkolási díjat is meg tudják fizetni. Az irány helyes, viszont messze nem elég. A díjszabás drasztikusabb emelését szorgalmazta a Momentumos Soproni Tamás is. Karácsony Gergely pedig arra utalt, a mostani döntést további autóforgalom korlátozó lépések követhetik. A mostani rendelet elfogadásával lépünk egy nagyot egy egységesülő parkolási rendszer irányába, tudva azt, hogy még rengeteg feladatunk van, és itt van néhány szentehént, amit le kéne vágni. Egy nap állt minden önkormányzat lehetőség, hogy egyeztessünk ebben a témában. A Fidesz szerint a javaslatcsomag részleteit és az ahhoz tartozó módosító javaslatokat az utolsó pillanatban küldte el a baloldali városvezetés. Önkormányzatunkkal nem egyeztették. A módosítást ráadásul úgy vették napirendre, hogy van olyan érintett kerület, amellyel egyáltalán nem egyeztettek. Ne most döntsünk, hanem majd a szeptemberi fővárosi közgyűlésen. A kormánypárti frakció végül azt kérte, hogy a közgyűlés egyelőre ne döntsön a díjemelésekről. Ezt azonban a baloldali többségű városvezetés lesöpörte az asztalról, és 22 igen szavazattal elfogadta a parkolódíjak drasztikus emelését is tartalmazó előterjesztést. A Fidesz szerda reggel egy módosító javaslatot is benyújtott annak érdekében, hogy a díjfizetési idő 8:30-tól kezdődjön. A szülőknek így legyen idejük bekísérni gyermekeiket az óvodába és az iskolába, anélkül, hogy fizetniük kellene. A fővárosi baloldal ezt sem támogatta. A nagyobbik kormánypárt a közösségi oldalon azt írta, a családok megsegítése most sem volt fontos nekik. Spórolást, a fűtés csökkentését, vagyis hidegebb lakásokat vár el Karácsony Gergely a budapestiektől. A liberális főpolgármester egy tévéinterjúban beszélt arról, hogy mindenki lejjebb tekerhetné a termosztátját télen. Szerinte ez a kulcsa Oroszország megbüntetésének. Budapest balliberális vezetése teljesen beleállt azokba a brüsszeli kezdeményezésekbe, amelyek az emberektől várják el, hogy változtassanak életükön a háború és az elhibázott uniós szankciós politika miatt. Egy fokkal lejjebb vesszük a termosztátot, 6%-a csökken az üzemanyag vagy a gázigényünk. Fűtsenek kevesebbet és elégedjenek meg a hűvösebb otthonokkal. Ezt várja el az emberektől Budapest főpolgármestere. Ezek sorskérdései Magyarországnak, meg a világnak. Ezekről kéne őszinte, racionális diskurzus folytatnunk. Karácsony Gergely az ATV műsorában fejtette ki gondolatait arról, mivel kellene foglalkoznia a világnak. A főpolgármester szerint, ha a magyarok lecsavarnák a fűtést, azzal meg lehetne büntetni Oroszországot. Most éppen egy háború zajlik a szomszédunkban, amely háború egyébként alapvetően az energiáról szól, hiszen az az agresszor, aki megtámadta Ukrajnát, annak a hadseregét az orosz foszilis energia kereskedelemből finanszírozzák,
És amikor az Európa megpróbál föllépni ezzel a zsarnokkal szemben, akkor éppen megpróbál energiafüggetlenné válni vele szemben. Karácsony Gergely elszólta magát, a budapesti lakásokban is csökkenteni akarják a fűtést télen. Ezzel a címmel közölt írást az Origó. A portál a főpolgármesteri nyilatkozatból arra következtetett, hogy a főváros a távfűtésben is érvényesíteni akarja a brüsszeli utasításokat. Ahogy az Origó írja, nemrég ugyanis a főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy követi Brüsszel törekvéseit, így Budapesten is előbb kapcsolják le esténként a díszkivilágítást, hamarosan pedig a baloldali városvezetés dönti majd el, hogy a fővárosi intézményekben milyen hőmérsékletre fűthetnek vagy hűthetnek az ott dolgozók. Nyilvánvaló, hogy szűkítenünk kell, csökkentenünk kell az energia igényét a városnak. Erről volt szó hétfőn Budapesten az első úgynevezett energiacsúcson is. A főváros energiacsomagját Tüttő Kata főpolgármester helyettes mutatta be. Ezt a csomagot még követni fogja több csomag is. A szocialista politikus azzal nyitott, hogy ez még csak a kezdet a budapesti klímaintézkedések sorában. A díszkivilágítás kérdése, ugye ez már az elmúlt két évben többször is felmerült. Ez egy olyan intézkedés, amit viszont azonnal meg tudunk hozni. Majd kiderült, a fővárosi díszkivilágítást 2 órára korlátozzák, és szabályozzák egyes épületekben a hőmérsékletet. Nyáron így nem lehet 25 foknál hűvösebb, télen pedig 20 foknál melegebb egyes budapesti intézményekben. Az intézkedéseket még nyáron bevezethetik. Sok változást várunk az emberektől, valószínűleg ezekre az intézkedésekre utalt egy brüsszeli rendezvényen Tüttő Kata, amikor arról beszélt, csak az emberek aktív részvételével valósíthatók meg a terveik, ezért az embereknek változtatniuk kell. De a főpolgármester helyettes, aki korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy felkapott görög üdülőhelyen kilovagolt a tengerből, nem először buzdít spórolásra. Akár az autóhasználat mérséklésével, akár az otthoni fűtési, hűtési, főzési szokásoknak az újragondolásával. Korábban a klímaváltozás elleni küzdelem és az Ukrajnával való szolidaritás jegyében arra kérte az embereket, használják kevesebbszer autóikat, és gondolják újra fűtési és hűtési szokásaikat. A parlamenti díszpáholyból dolgozott Jakab Péter élettársa az országgyűlés hétfői ülésén hívta fel rá a figyelmet a Metropol. A portál fotókkal is alátámasztotta, hogy a Jobbikot a szétesés szélére taszító Jakab Péter elérte, hogy élettársa, a sokak által csak mamuszosnak gúnyolt Molnár Enikő a frakció alkalmazottak számára fenntartott páholyban foglalhasson helyet. Azt is írják, hogy szerintük Molnár Enikő rendszeresen telefonon küldött utasításokat Jakab Péternek. Jakab Péter élettársa elfoglalta helyét a parlament díszpáholyában, hívta fel a figyelmet a Metropol. A portál fotókkal is alátámasztotta, hogy a Jobbikot a szétesés szélére taszító Jakab Péter elérte, hogy élettársa, a sokak által csak mamuszosnak gúnyolt Molnár Enikő a frakció alkalmazottak számára fenntartott páholyban foglalhasson helyet. Azt is írják, hogy szerintük Molnár Enikő rendszeresen telefonon küldött utasításokat Jakab Péternek. A Metropol szerint erre az utal, hogy többször egyszerre emelték fel a készüléküket. A Metropol emlékeztet, Jakab Péter intézhette el, hogy élettársa, jól fizető, havi 2 millió forintos állást kapjon a Jobbik frakcióban. Megint a magánéletemről kérdezik. A volt pártelnök Molnár Enikővel egy az országgyűlés által bérelt szolgálati lakásban él együtt Budapesten, a 11. kerületi Fraknó utcában, és ezt már Jakab Péter sem cáfolja, sőt már a parlamentben is közösen dolgozik kabinetfőnökével. Más területeken is teljhatalmat akar a frakció irányításában a lemondásra kényszerült pártelnök, aki nyilvánvalóan a képviselőcsoport feletti uralom bebiztosítására törekszik. Erről ugyancsak a Metropol számolt be. A lap szerint Jakab Péter a legnagyobb titokban visszatérésre készül. A szexuális zaklatási botrány gyanúsítottja Földi István segítségével akarja visszaszerezni a hatalmat a Jobbikban. Jobbikosok, tartsuk az irányt, tartsuk a sort! Májusban erőt demonstráló videóban tudatta Jakab Péter, hogy ismét őt választották meg a Jobbik elnökének.
Az egység azonban napok alatt szerte fosztott. A baloldali párt új vezetéséből többen ugyanis magukhoz ragadták az irányítást, mondván a választási kudarc után sem változott a baloldali összefogásban résztvevő párt egyszemélyes vezetési módszere. A belső harc 4 hét leforgása alatt végül Jakab Péter elnöki székébe került. Önök akkor, amikor beültek ide a parlamentbe... Jakab Péter ugyan távozott a párt éléről, a frakció vezetői posztját azonban megtartotta. Sajtóhírek szerint a frakció pénzügyi forrásai a Jobbik legfőbb bevételét is jelentik. Az ezek fölötti rendelkezés a párton belül így ma még az elnöki pozíciónál is fontosabb. A Metropol értesülése szerint a Jobbik frakció szabályzatának módosításával a volt pártelnök nem csak élettársa fizetése, hanem a teljes pénzügyi keret fölött rendelkezhet. Így Jakab Péter évente 600 millió forint sorsáról dönthet egy személyben, kontroll nélkül. Egy 15. kerületi állásbőrzén összegyűjtött állásajánlatokat adott át a Tungsram szakszervezetének a Demokratikus Koalíció. Az adatokkal a párt a cég dolgozóit segíteni, hogy közvetlenül értesülhessenek a környékbeli állás lehetőségekről, és mielőbb újra munkába tudjanak állni. Újpest önkormányzatával együttműködve, a szakszervezetekkel konzultálva próbálunk segítséget nyújtani a Tungsramtól elbocsátott 600 újpesti dolgozónak. A Párbeszéd kampányt indít a hazai nagy tavakért. A párt politikusai azt mondták, csak olyan fejlesztéseket támogatnak, amelyek megőrzik a természeti adottságukat. Mi olyan fejlesztéseket tudunk támogatni, amelyek valóban a helyiek érdekeit szolgálják, hosszú távon fenntarthatóak és megőrzik a természeti adottságokat. A művészetre és a kultúrára a legsötétebb időkben is szükség van. Ezt mondta a köztársasági elnök a Szép Művészeti Múzeumban, amikor megnyitotta Henri Matisse a Gondolatok színe, remek művek a Párizsi Pompidou Központból című kiállítást. Novák Katalin úgy fogalmazott, az Henri Matissehoz hasonló művészeknek köszönhetően érthetjük meg, miért kell mindent megtenni az ellen, hogy a szomszédunkban dúló háború tovább fokozódjon. Az államfő azt mondta, egy gazdag kultúrát akkor sem lehet zárójelbe tenni, ha egy ország vezetőjének a cselekedeteit egyöntetűen elítéljük. Hozzátette, szükségünk volt, van az ukrán és az orosz kultúrára és művészekre is, de leginkább békére volt, van és lesz szükségünk. Mi tudjuk azt, hogy milyen megbélyegezettnek lenni. Magyarok, zsidók, svábok, kulákok, értelmiségiek, hívők. Nem is olyan rég volt, amikor hiba, halálos bűn volt ennek vagy annak lenni. Oroszország háborúja brutális fizikai agresszió, de az oroszok kollektív bűnösségének vágyát ez nem igazolja, nem igazolhatja. Nem állíthatom, hogy Matisse az orosz műgyűjtő barátja nélkül ne ért volna ugyanolyan magasra, de a csúcsra jutásban Schukin mindenképpen segítette. Szükségünk volt, van és lesz az ukrán és az orosz kultúrára és művészekre is, de leginkább békére volt, van és lesz szükségünk. Idén először egyházi tábori hetet tartanak a Zánkai Erzsébet táborban. Több mint 40 anyaországi, valamint felvidéki, vajdasági és erdélyi településről érkeztek táborozók Zánkára. A fiatalok a strandolás és sárkányhajózás mellett vallási hitéleti előadásokon is részt vesznek. Ha valaki esetleg ki szeretne jönni valamiért, akkor jön és szól. Idén először egyházi tábori hetet tartanak a Zánkai Erzsébet táborban. A fiatalok a strandolás és sárkányhajózás mellett vallási, hitéleti előadásokon is részt vesznek. Sokan először látják a Balatont. A Balatonon én még soha nem voltam, és szerintem ide még nem is tudnák eljönni. Nagyon szeretem itt ezt a szép helyet, szeretem nagyon a vizet, és szerintem itt nem kell szuvenírt venni, hisz ez észbe, úgymond van a memóriádban, megragad, hogy egy ilyen szép helyen itt voltál. Lapátod hátra, és tolt! Naponta több tucat program közül válogathatnak a fiatalok, ráadásul megújult környezet fogadja őket, hiszen 30 milliárd forint kormányzati forrásból fejlesztették a táborokat. Nagyon sok a lehetőségünk itt. Nem is igazából tudják, hogy hova kapjunk és mit csináljunk, mert mindenféle programok vannak,
nagyon jól érzik magukat a gyerekek, és el is fáradnak ebbe a sok mindenbe. Sok az élmény, sok az új élmény, és élvezik nagyon. Több mint 40 anyaországi, valamint felvidéki, vajdasági és erdélyi településről érkeztek a táborozók a Balatonhoz. Az egyházi iskoláknak szerveztünk külön egy hetet, és a Kárpát-medencéből református katolikus, görögkatolikus gyerekek vesznek részt, és itt a keresztény programok még nagyobb számban érhetőek el számukra. Soltész Miklós államtitkár a helyszínen arról beszélt, az elmúlt évek beruházásai után csaknem 180 ezer gyerek nyaralhat tartalmasan, modern körülmények között. Az a mód, amely mind közösség és hazaszeretetet ad át a gyerekeknek, mind a hitet, mind a sportot, mind adott esetben a tudományoknak az ismeretét, ez megint csak egyedülálló, és nagyon fontos a magyar nemzet, illetve a magyar ifjúságnak a szempontjából. A kormány idén csaknem 10,5 milliárd forintot fordít az Erzsébet táborok működtetésére. A Zánkai Erzsébet táborban 3400 gyermek táborozhat egy időben, Fonyodligeten pedig 800-an vakációzhatnak hétről hétre. A magyar nemzeti közösség csak akkor maradhat erős, ha biztos és cselekvőképes szellemi holdudvara van, jelentette ki a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Hankó Balázs a diplomamunkapályázat díjátadóján hangsúlyozta, a kormány kiemelt stratégiai célja a külhoni felsőoktatás fejlesztése és a külhoni magyarság támogatása. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet pályázatán 19 egyetemi hallgatót díjaztak. A külhoni felsőoktatási stratégia két alapvető elven kell, hogy nyugodjék. Egyrészt a Kárpát-medencei felsőoktatás egészének versenyképessé tételén, másrészt azon a magyar nemzetpolitikai célkitűzésen, amely a külhoni magyarság boldogulását szolgálja. Egyszerűsödik az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó utazási költségtérítési rendszer. Július 1-től a papíralapú utalványokat online rendszer váltja fel. A korábbi gyakorlat az volt, hogy házi orvoshoz is el kellett menni, és a menetjegyet is csatolni kellett minden esetben, hogy megkapják a pénzt az érintettek. Most már elég csak a szakorvosi rendelésen jelezni. A fejlesztés mintegy 800 ezer embernek nyújthat segítséget. Aki tartósan beteg, sokat jár orvoshoz, netán kísérőt is magával kell vigyen. Sokkal egyszerűbben intézheti júliustól az utazási költségtérítését. Akinek eddig is járt, az jól tudja, hogy távolsági buszokra és vonatokra kérhető kizárólag a kedvezmény. Halomban állnak a kérelmek a fővárosi kormányhivatal egyik ügyfélszolgálatán, ennek is vége a következő hónaptól. Eddig ugyanis az volt a gyakorlat, hogy csak papíralapon lehetett beadni az igényeket, és nem csak emiatt volt nehézkes az ügyintézés. A jogosultnak a házi orvosát is fel kellett keresnie, utazási utalványt kellett kérnie, és minden esetben csatolnia kellett a beadványhoz a menetjegyét is. Júliustól úgy egyszerűsödik majd a dolog, hogy a beteg megjelenik a szakrendelésen, elmondja az orvosnak, hogy szeretné igényelni, és ő már intézi is. Ezt egy kattintással a szakrendszerben rögzítik, és ezek után gyakorlatilag már nem kell tulajdonképpen a szakrendszerben mást az egészségügyi szolgáltatónál tenni. Annyit kell viszont, hogy az ügyfélnek ezt a kérelmet ezt be kell nyújtania. Ezt ügyfélkapunk keresztül be tudja nyújtani elektronikusan. Nem kell már jegyet csatolni hozzá, tehát lényegesen egyszerűsödik az eljárás. Az új eljárástól azt várja az állam, hogy jelentős adminisztrációs terhektől szabadítja meg a pácienseket és a kormányhivatalokat. Akinek nincs ügyfélkapuja, az továbbra is beadhatja papíralapon. Ez, hogy az ügyfél jelezte, az állampolgár jelezte az egészségügyi szolgáltatónak, hogy ezt igénybe kívánja venni az utazási költségtérítést, ez meg fog jelenni akár az ambulánslapon, akár a záró jelentésen, és bekerül egy rendszerbe, itt is rácsatlakoznék, amit államtitkár úr mondott, hogy lesz egy állami adatbázis, és ebből az állami adatbázisból tudunk majd bekérdezni az elbírálás során, vagy a kormányhivatali munkatársak, hogy valóban megjelente ott, azt a szolgáltatást vette, és ott vette, ahol egyébként lehetett. Az új rendszer nagyjából 800 ezer ember kényelmét szolgálja, és zöld célokat is teljesít, éves szinten 23 ezer nyomtatványi papírt spórolnak vele.
Több helyen is megdőlt a melegrekord itthon. A legnagyobb hőség a Fejér megyei Adonyban volt, ahol ma délután 39,2 fokot mértek. Csütörtök éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szakértők azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, kerüljük a nehéz ételeket és ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról sem. Sorban állnak a gyerekek a billegő bójákon, a zalaegerszegi akvaparkban. Egész nap medencézünk, csúszdázunk, játszunk, lassú folyózunk, mindenhová megyünk. A hullámmedence is népszerű. Sok nagyszülő döntött úgy, hogy strandolni megy az unokáival. Megígértem nekik, hogy ha nagyon jó idő lesz, akkor eljövünk, és a mai napot ezt erre szántuk. A leveleki végbortpályán sokan ragadtak deszkát, egymást váltották a hullámlovasok. Jól esik a napsugár, mégis mit csináljunk, strandolunk, közben sportolunk, ennél több már nem is kell szerintem, kis sport szervezetnek. Az oktató szerint a végbordozás minden pillanata igazi élmény. Miközben a kötélpálya húzza a vendégeinket, a menetszél hűti őket, de ha éppen elesnek, mert hibáznak valamit a deszkán, akkor egy hűsítő vízbeesés, az nagyon jól tud esni ilyenkor a 35-36 fokban. Vannak, akiket a nagy meleg sem tántorít el a testmozgástól. Ebben az esztergomi konditeremben egész nap nagy volt a jövésmenés. Javaslom azt, hogy egy ilyen magas hőmérsékletben, 35 fok felett már azért egy edzőtermet válasszunk, aminek igazából a légtechnikája is kielégítő, és nem leszünk rosszul. A hőségben a kiszáradás veszélye fenyeget, ezért sok folyadékot kell fogyasztani. A soproni pályaudvaron, akár csak a többi nagy forgalmú állomáson ásványvizet osztottak az utasoknak. Első körben csütörtökig tart a vízosztás, azaz addig, ameddig a hőségriasztás, de amennyiben meghosszabbítják ezt a hőségriasztást, akkor a vasúttársaság is természetesen meghosszabbítja majd a vízosztást a vasúti pályaudvarokon. Hétfő óta vörös kód van érvényben a kánikula miatt, így minden intézmény egyfajta készültségben van. Az idős otthonokban fokozottan figyelnek a lakókra. Ebben a tatai intézményben az árnyas fák alatt hűsöltek az idősek. Lehet hintázni, lehet nyugodtan beszélgetni, kártyázgatni, énekelgetni, úgyhogy ezzel töltjük a napjainkat. Az ápolók egész nap felügyelik, hogy minden lakó elég folyadékot fogyasszon. Az időseket mindig megviseli a nagy meleg, különösen azért, mert ők jobban veszítik a folyadékot, nem olyan jó a folyadék háztartásuk. Évközben is mindig figyelmeztetni kell az idős embert az arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyon. A kánikula az előrejelzések szerint egész héten kitart, enyhülés csak jövő héttől várható. Sajnos egyre rosszabb hírek érkeznek a mezőgazdaságból. A földek igencsak megsínlik a hőséget és a csapadékmentes időjárást. Az Agrárminisztérium ma azt közölte, hogy Magyarország területének jelentős részén súlyos vagy nagyfokú aszály alakult ki. Már elérte a 230 ezer hektárt, az a terület, ahonnan károkat jelentettek a gazdák. Az őszi vetésű kalászosok vannak a legnagyobb bajban. Az aszálybejelentések 80%-a ezeket érinti. A helyzet a keleti megyékben a legrosszabb. És Romániában is egyre nagyobb károkat okoz az aszály a mezőgazdaságban. Vannak olyan területek, ahol április óta nem volt kiadós eső. A következő napokban sem lehet csapadékra számítani, sőt az ország 9 megyéjében már másodfokú hőségriadót is kiadtak a kánikula miatt. Középmagasságban lévő pikkelyzet kevesebb mértékben kötődött. Itten sokkal kevesebb szem található, mint mondjuk a kalász alsó részében. Ugye egyszerűen meg is nézhetjük, hogy ez 6-8 közé szorul. A kenyérbúza kalászokat mutatja Fehér Gyula, párciumi termelő. Azt mondja, ennél a fajtánál hozzávetőleg 25%-os termés visszaesést okozott az extrém időjárás. Szatmárhegyen január óta nagyon kevés, mindössze 130 mm csapadék hullott. Egész Szatmár megyét aszály sújtja. Április óta nem volt kiadós eső. Főleg a tavaszi vetésű kapás növényeink sínlették meg, elsősorban a szója, de ide sorolható a napraforgó, illetve a kukorica is. Az őszi vetésű gabonáink búza árpa esetében egy 10-15%-os hozamcsökkenésnek lehetünk tanulni az idei évben. A mennyiség mellett minőségi romlás is megfigyelhető volt.
42 fokot mutatott a hőmérő Szatmárnémeti központjában a déli órákban. Az emberek igyekeznek árnyékban tartózkodni, és a köztéri szökőkutak szerepe is felértékelődött, főleg a gyerekek között. Szerdától másodfokú hőségriadó van érvényben Közép- és Nyugat-Románia 9 megyéjében. Az országos katasztrófavédelem fokozott folyadékbevitelre és lehetőség szerint zárt légkondicionált térben való tartózkodásra inti a lakosságot, a munkavédelmi felügyelőség pedig a munkáltatók kötelezettségeire hívja fel a figyelmet, akiknek csökkenteniük kell a fizikai megerőltetést és a munkavégzés ritmusát, pihenőket kell beiktatni, biztosítani kell a zuhanyzási lehetőséget és napi legalább 2 liter ásványvizet minden dolgozónak. Ha ezeknek nem tudnak eleget tenni, akkor viszont a munkaórák számát kell csökkenteni. Az új intézkedés be nem tartását a hatóság 164 000 forint pénzbírsággal sújtja. Jó napot kívánok, egy hideg vizet adhatok. Köszönöm szépen. A Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei Szatmárnémeti több pontján hideg ásványvizet osztottak a járókelőknek, hogy elviselhetőbbé tegyék a kánikulát. Fontosnak tartjuk ebben a nagy melegben, hogy hidratáljanak az emberek, hogy elég folyadékot igyanak, illetve szőlőcukor van nálunk abban az esetben, ha valakinek Isten őriz, leesne a vércukorszintje. A hőségriadó egyelőre július 1-jéig van érvényben, ez alatt 9 megyében 38 fok körül alakul a hőmérséklet, de máshol is meghaladja a 32 fokot. Egy halálos áldozata is van az ausztriai Karintiában tomboló ítéletidőnek, egy másik ember pedig eltűnt az áradásban. Ausztria déli részén árvíz, földcsuszamlás és orkán erejű szél pusztított kedd este. 30 éve nem volt ilyen ítéletidő. Több embert helikopterrel kellett kimenekíteni otthonából. A víz az épületek első emeletéig ért. Kénytelen volt megállni autójával ez a sofőr, mert már a járműve tengelyéig ért a víz. Amúgy sem tudott volna tovább haladni, az áradat ugyanis törmeléket, fatörzseket sodort az útjába. A rendőrségi helikopter felvételeken is jól látni, mekkora áradást okozott az özönvízszerű esőzés a dél-ausztriai tartományban, Karintiában. Az ítéletidő pillanatok alatt tönkretette az utakat, házakat, nagy gazdaságokat, sőt egész falvakat. Az orkán erejű szél fákat csavart ki a földből, távvezetékeket és tetőket rongált meg. A gyorsan lezúduló sárlavina számos házat maga alá temetett vagy megrongált. Néhány lakó már nem tudta elhagyni otthonát, ők csak segítséggel tudtak onnan kiszabadulni. A polgári védelem riasztást adott ki Treffenben, két patak is kilépett a medréből, a település 30 éven nem tapasztalt ilyen hatalmas árvizet. Néhány házat az első emeletig elöntött a sár. Amit most láttam a Treffentől Ariahig terjedő területen, a károk katasztrofálisak, hatalmas útszakaszok szakadtak le, a csatlakozó utcák helyreállítása hónapokig eltart majd. Most légiúton mérjük fel a helyzetet, és a helyszínen nyújtunk támogatást, mondta a Filahig kerületi kormányzó. A hatóságok felszólították az embereket, hogy otthonuk magasabban fekvő szintjein keressenek menedéket, és ott várják meg a segítséget. A mentőegységek 1 tucat embert már biztonságba helyeztek. Hivatalosan eddig 1 ember halálát jelezték, egy másikat pedig eltűntként tartanak számon. Más adatok szerint viszont többen eltűntek, de ezt a hatóságok nem erősítették meg. Korrupció miatt hallgattak ki 2 autópálya rendőrt. A gyanú szerint szolgálatuk alatt rendszeresen fogadtak el készpénzt és ajándékokat külföldi gépjárművek sofőrjeitől, közölte a Szegedi Regionális Nyomozóügyészség. A vesztegetési pénzt részben azért kérték, hogy eltekintsenek az elkövetett közlekedési szabálysértések miatti bírságok kiszabásától. Az elfogásban a terrorelhárítási központ is közreműködött. Összesen 815 eurót és több mint 1,6 millió forint készpénzt foglaltak le az egyik elkövetőtől. Az ügyben egy román állampolgárt is kihallgattak, aki megvesztegette a 2 rendőrt. Mindhárman beismerő vallomást tettek, és szabadlábon védekezhetnek. Drogültetvényt számoltak fel, és kábítószerterjesztőkre csaptak le a rendőrök Baranyában. A terrorelhárítási központ egységei először 2 pécsváradi férfit fogtak el Feked településnél, éppen akkor, amikor az ültetvényre érkeztek locsolni. A rendőrök 311 tő kannabiszt és a növények gondozásához szükséges eszközöket foglaltak le. Majd ezzel összefüggésben Pécsen 2 másik férfit is elfogtak. Egyik otthonában 327 tő kannabiszt
cannabis növényt foglaltak le, a másik lakásában pedig 224 g kábítószer gyanús anyagot találtak. Kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Bérlet hamisítót fogtak el a rendőrök Budapesten. A 69 éves férfi az eredetire a megtévesztésig hasonlító szelvényeket készített, amelyeket azután a saját maga által felépített hálózaton keresztül értékesített. A hamisítást egy szemfüles BKV ellenőr leplezte le, akinek gyanús lett egy utas bérlete és rendőrt hívott. A hamisítót letartóztatták, vásárlói is számíthatnak a felelősségre vonásra. Feltörték a jegykiadó automatát és ellopták a benne lévő hologramos hőpapírtekercset 2017 novemberében a Gödöllői Hév Szilasligeti megállójában. Az eltűnt biztonsági papír 11 000 havi Budapest bérlet házilagos előállítására volt elegendő. Az első hamis szelvények 2018-ban jelentek meg. A gyári papír és a professzionális nyomtatás miatt a hamisítványok szinte teljesen megegyeztek az eredetivel. A BKK ellenőrök tavaly áprilisban a 2-es metró Puskás Ferenc stadion megállójában ellenőrizték egy nő bérletét, és megállapították, hogy azt a 4 évvel azelőtt kerepesen ellopott tekersre nyomtatták. Rendőrt hívtak, akik bevitték a nőt, a nyomozók pedig rajta keresztül eljutottak a hamisítóhoz egy 69 éves budapesti férfihez. 2022. 6. 22-én a Nyugati téren kollégáim elfogták, gyanúsítottként kihallgattuk, a gyanúsítással szemben panasszal élt, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, azonban előterjesztést tettünk letartóztatásának indítványozására. A nyomozók kiderítették, hogy a férfi egy hálózatot épített ki a hamis bérletek árusítására. A terjesztőknek 2-3, a felhasználóknak 5000 forintért adta az otthonában kinyomtatott szelvényeket. A rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan lehet következtetni arra, hogy a gyanúsított huzamosabb ideje a megélhetését legalább részben bűncselekmények elkövetéséből fedezi. A nyomozás kezdeti szakaszban van, szükséges az elkövetői kör és a tényállás teljes felderítése, ezért a bizonyítás megnehezítésének a veszélye is reális. A kerületi ügyészség mindezért a férfi letartóztatását indítványozta, amit a bíróság elrendelt. A BKK ellenőreinél mindig van olyan készülék, amellyel kétség esetén ellenőrizni lehet a jegy vagy bérlet eredetiségét. A BKK elektronikus tiltólistát állított össze, vagy állít össze jelenleg is, az automata feltörések során eltulajdonított, vagy egyéb módon jogosulatlanul más birtokába jutott hőpapírokkal kapcsolatosan. Az adatbankhoz a jegyellenőrök az ellenőrzést támogató elektronikus eszközökkel folyamatosan hozzáférnek. A hamis jegyet vagy bérletet használó utasok ellen minden esetben büntető eljárás indul. A most letartóztatott csaló vásárlói közül a rendőrök már 20 embert azonosítottak, közülük pedig 5-öt hamis magánokirat felhasználása miatt már meg is gyanúsítottak. Folytatja az országjárást a nyarai itthon stábja. Molnár Csilla ezúttal Székesfehérvárra látogatott, ahol Decsi Edith színművész mutatta be a koronázó város egy-egy ikonikus helyszínét. Székesfehérvár országunk egyik legősibb városa. A régészeti kutatások bebizonyították, hogy a város már az újkőkorszakban is lakott volt, történelmi jelentősége az idők során is megmaradt. Az aranybulla dátumát mindenki betéve tudja. 1222. De azt talán kevesebben, hogy a jeles dátum Székesfehérvárhoz köthető. Ugyanis II. András az itteni országgyűlésen adta ki. És ez a magyarországi nemesi szabadságjog alapköve. Itt vagyunk a székesfehérvári aranybulla emlékműnél. Ez most a 800. évfordulóra lett így felújítva ez a környék, ugyanis eddig itt mindenhol lábon állt a kukorica. Most, hogy így megcsinálták, most már ebben a melegben is ki tudunk jönni sétálni, de eddig is nagyon szerettem azt, hogy így a természetnek egy ilyen kis szeglete volt ez, ami azt éreztem, hogy a szabadság maga. Hegy alatt van a belváros, valahol arra van a Borivár, ami egyébként a magyar Taj Mahal. Nem véletlen az elnevezés, hiszen az Öreghegy városrészben elterülő építményt a romantika fellegváraként tartjuk számon. Ugyanis Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszítette 40 nyáron át, hogy maradandó emléket állítson szerelmének. Te hallasz valamit? Nem. Eddig állítólag itt a kövek beszélnek. A térképünk már megvan. Irány a nyomozás.
A 20. századi romantikus lovagbár Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb épülete, a szerelmes párok kedvelt helyszíne. Változatos kalandtúrái kicsik és nagyok számára is elérhetőek. Gyerekkori élményeket idéz fel bennem ez az egész, nem csak a játékosság miatt, hanem utoljára a nagymamámmal volt, amit nővéremmel beöltöztetett minket a lambada szoknyába. Itt az elefánt. Ez az udvar névadója. Megvan ez is. A vár 100 oszlopos udvarának körbefutó folyosóin a magyar történelem nagy alakjai, hősök, dalnokok és királyok sorakoznak. Ez is beton. Nem véletlen az anyaghasználat, hiszen a 20. század elején az építészetet megújító anyagként jelent meg a beton. Én is szeretem a jó betont. Mindig a kocsi hátuljában tartom a longboardomat, és ha meglátom, hogy valahol jó aszfalt van, akkor általában oda visszatérek és gurulok egy kicsit. Úgy érzem, az alapok megvannak, és egészen kedvet kaptam hozzá. Aki a nyári kánikulában inkább vízisportot választana, az a Galja-Malom csatorna jobb partján nyaranta csónakázhat vagy kajakkenúzhat. Legtöbbször a családomat látogatni jövök haza, de egyébként nagyon szeretem, mert nagyon jó az elhelyezkedése a városnak, hogy 70 km kb. Budapesttől, ahol élek, és nagyon közel van Balaton is. De ha a királyok városába látogatunk, egy andalító séta a történelmi belváros barokk, rokokó és copp épületei között kihagyhatatlan.